Hodó 5 éve segíti nagyot halló gazdáját az élet minden területén. Ha valamit meghall a kutya, amit a gazdája nem, akkor megböki és oda vezeti a hang forrásához. Simoni Váradi Zsuzsanna azt mondja, a jelnyelvi törvény létrehozása óta továbbá az internetes jelnyelvi szolgáltatásokkal sokat fejlődött a hallássérültek életminősége. Ez a hallássérültek számára azért fontos, mert akkor nem kell szólni a tolmácsnak, hogy menjen el az adott helyszínre neki segíteni a kommunikációban, hanem felmegy erre az alkalmazásra, bejelentkezik az éppen akkor ügyeletes jelnyelvi tolmács, és a képernyőn keresztül, az interneten keresztül tudják az ügyeiket intézni. A szakmai vezető hozzátette, úgy érzi, jobban elfogadják a nagyot hallókat a munkaerőpiacon, mint más fagyatékkal élőket. Mintegy 95%-uk dolgozik. Nehezebb helyzetben vannak a vakok és a gyengén látók. És bár a kommunikációjukat, a munkavégzésüket segítő szoftverek már ingyen elérhetőek, és idéntől már magyarul is beszélő, ébresztőként is funkcionáló óra is segíti a vakok mindennapjait, mégsem megy könnyen a társadalmi integrációjuk, mondta a fogyatékkal élő emberek világnapi alkalmából megrendezett kerekasztal beszélgetésen Kovács Lászlóné elnök. Hallgéva a Szekszárd alpolgármestere azt emelte ki, hogy Szekszárd mindenki számára elérhető szolgáltatásokat, akadálymentes beruházásokat biztosít a jövőben. Úgy tervezték meg például az új uszodát, a sportcsarnokot, a tudásközpontot, hogy ezt mindenki meg tudja közelíteni. A jogszabályváltozások mindig kell, hogy kövessék az ő gyakorlati tapasztalataikat, mi pedig itt helyben próbáljuk az ő igényeinknek megfelelően alakítani, például az intézményeinknél az akadálymentesítést, például a szolgáltatásaink elérhetőségét, hiszen nagyon fontos az, hogy hasonló körülményeket teremtsünk nekik, mint bárki más számára. December 3-án van a fogyatékkal élő emberek világnapja. Magyarországon egyes adatok szerint közel 500 000 ember fogyatékkal élő. Tolna megyében 3600 fogyatékossággal élő ember él, közülük 1900 látássérült.